Lakóhelyén Szadán 2014. november 6-án mutatta be önéletrajzi könyvét Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A családias hangulatú könyvbemutatót a Szadai faluházban tartották, ahol a hallgatóságot Juhász Zsóka, a helyi művelődési ház vezetője köszöntötte. A világ és Európa bajnok szerző beszélgetőtársa Polgár Gyula, a 21-11 című Szadai lap főszerkesztője volt. Tehát akkor az első kérdés, ha már lehet így a beszélgetést kezdeni, hogy Kis Gergőről ugye tudjuk, hogy milyen érdemeket halmoztál föl eddigi rövid életedben, ami szerintem legalább három generációnak is elég lenne. Hát reméljük, hogy még sok Kis Gergő lesz, de engem továbbra is érdekelne, hogy mi inspirált téged arra, hogy ezt a könyvet megírt? Köszönöm szépen a szót, még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, egy érdekes folyamat, hogy az ember évekig azt gondolja, hogy nagyon sok van még hátra pályafutásából, aztán most eljött az idő, főleg a londoni olimpia óta, hogy véglegesen azt le kellett zárnom magamban, hogy most már megvannak számlálva a napjai, mint aktív vízilabdázónak. Ugye még a Honvédban játszom, és pont a hétvégén a Fradi ellen játszom Magyar Kupát, itt nézek Takács Dokira, aki nagy Fradi drukker. Úgyhogy remélem kiverjük a Fradit és bejutunk a négybe. Na hát ez egy klasszikus Honvéd-Fradi meccs lesz. Körülbelül egyenlő csapatok küzdelme. Szóval még játszom, de már nagyon a végén vagyok a pályafutásomnak. És London után jó pár számvetés kellett végeznem. Az egyik ilyen volt, hogy mi az, amit én visszaadhatok abból, amit én megszereztem, mint információ, mint tudás, mint élmények. És tulajdonképpen az olimpia után fél évvel volt az első megkeresés, hogy amikor elkezdtem gondolkodni, hogy írjak egy szakkönyvet, hogy milyen a balkezes vízilabdázóknak az élete, milyen taktikai és egyéb szakmai dolgok vannak. Elkezdtem ezen gondolkodni, de egy újságíró barátom megkeresett, hogyha én úgy gondolom, hogy itt a négy olimpia keretbe foglalandó egy könyvvel, akkor ő fogja a tollát és írjuk meg a könyvet. Aztán néhány hónappal később még egy ismerős, és utána meg még egy, tehát hárman megkerestek, és akkor átgondoltam, hogy ebből a szakmai könyvből legyen egy életrajzi könyv, és leültettem őket, hármójukat egy asztalhoz, rábólintottak, hogy oké, dolgozunk együtt egy négyes csapatba, sőt, hát kell egy kiadó, hiszen a kiadó szerkesztése és profizmusa nélkül azért nagyon nehéz előre haladni. Puszi, csokolom! Egy könyvvel, és akkor így elmentünk először egy kisebb kiadóhoz, ahol nagyon szimpatikusan fogadtak minket, de aztán a Librihez el tudtam jutni, és ott azért megéreztem, hogy milyen az, amikor a Magyarország három legnagyobb kiadójából az egyik rákapott az ötletre, és a kiadó vezető nagyon érdekelte. Abban külön szerencsém volt, hogy pont a Librinek az egyik igazgatója az régi vízilabdás családból származik, Ceglédről, tehát van egy ilyen kis érzelmi plusz benne, és azt mondta, hogy ez egy abszolút jó dolog, hogyha nem akarunk nagyon bulvárosat, és nem akarunk nagyon szárazat, hanem a kettő között maradunk, de inkább az értelmes mondani való felé haladva, akkor nagyon is szívesen beszállnak ebbe a könyvkérdésbe. És el is kezdtünk ennek mentén dolgozni. A könyvírásnál, amikor valaki szerzőtársa dolgozik, akkor nem egyszerű, hiszen én elmondom a gondolataimat, ő leírja, visszaküldi, én kijavítom, hogy ezt én nem mondanám így, nem az én szavam, ez igen, ez amit, hogyha tényleg egy az egybe én írtam volna le, és akkor ez így megy oda-vissza. Na most én három szerzőtársra dolgoztam, három fejezetet találtunk ki. Azt gondoltam, hogy mivel hárman vannak, három a magyar igazság, életemet is föl lehet bontani talán három időszakra, és ez ugye a gyerekkorom, a sikerek beindulása, a karrierem beindulása 19 éves koromig, akkor ismertem meg feleségemet, Ancsát. Ez egy fejezet, a második fejezet a pályafutásom kibontakozása, és a harmadik fejezet pedig így lett az, hogy a londoni olimpia után a most, a jelen, illetve a közeli jövő, hogy mivel szeretnék foglalkozni, mit szeretnék tenni. Úgyhogy ez így összeállt a három rész, a három szerzőtárs rögtön le is csapott a három különböző fejezetről, hogy melyiket szeretné írni. Egyikőjük gyerekkori barátom, tehát nyilvánvaló volt, hogy ő lesz az egyik, vagy ő lesz az első résznek a szerzője. És egy ilyen ötös játék ment, egy ilyen ötszög ment végig, ugye, hogy én a három szerzővel egyfolytában csinosítgatok a dolgokat, aztán az eljutott a szerkesztőhöz, a kiadóhoz,
akkor ők ugye visszadobták, ami nem tetszett, illetve amit kicsit máshogy gondoltak, bár nem nagyon szóltak bele 100%-osan, de azért ami nagyon olyan volt, hogy ők máshogy gondolnák, akkor azt megkérdezték, hogy lehet egy picit újrafogalmazni. Tehát ment egy ilyen játék, és azt mondták, amikor először oda mentünk, ez volt év elején, hogy jó, akkor ez a könyv akkor ez össze tud állni, vagy szeptember-októberre tök jó lesz pont a karácsonyi könyvvásárok idejére. Mondom, tök jó, csak én az EB-re szeretném, budapesti EB-re, ami ugye július közepén van, én addigra szeretném. Hát gyakorlatilag sétáljak ki, mert ez lehetetlen. De mondtam, nem, olyan nincs lehetetlen, főleg nekem, úgyhogy csináljuk meg, és aztán végül 4-5 hónap alatt megcsináltuk a könyvet. A 320 oldalas kiadványban a Honvéd balkezes világklasszi szélsője pályafutása legszebb pillanatait és a nagy mérkőzésekhez kapcsolódó érdekességeket elevenítette fel. A sok felsorolt kitüntetésből egyen megakadta a szemem, azt mondja, hogy első osztályú honvédelemért kitüntetés. Ez mi volt? Hát ugye a Honvédban játszom 10. éve. És olyan érdekességek fordultak itt elő, hogy kaptunk ilyen katonai kitüntetést, amikor olimpiát nyertünk. Ugye eleve szeretnek ilyenkor minket tálcán hordozni a közélet szereplői. Valami, ami az ember magáénak is érzi. Ez egy olyan volt, hogy évek óta Honvédban játszottunk, és akkor az aranyérmek után kaptunk ilyen kitüntetést. Tényleg nagy élmények ezek számomra, az ilyen kitüntetések. Az első kitüntetésem az még egy úttörő bajnokságban játszottam, arra emlékszem, és akkor ilyen kiváló ifjúsági sportoló volt, és akkor még ilyen úttörő nyakkendős, meg ilyesmi felvonulások voltak, de hát azért az sok idő telt el. Nekem van belügyminiszteri gyűrűm Kunce Gábortól, meg sok minden ennem, nem azt nem tudom hordani, mert kicsi rá. Magyar címerre, úgyhogy sok minden van, sok sport. Igen. Hát több miniszterelnököm volt, mint edzőm a válogatottban, azt elmondhatom. De hát különböző pályák, különböző úton. Hát a politika az forgandó. A sportolók, ha jól dolgoznak, akkor ők maradnak egy hosszú ideig. A 4 olimpiát tekintve melyik volt a legnehezebb? A legnehezebb utunk szerintem az athéni olimpián volt, ahol hihetetlen erős csoportba kerültünk eleve. Ugye az a szabály, vagy az a rendszer az olimpiák, hogy a csoport elsők, A meg B csoport van, 6-6 csapat, a csoport elsőkben vannak a legjobb 4-be automatikusan. Tehát a csoport elsőségét nagyon is érdemes hajtani, és akkor nem ilyen felvezető meccsekről beszélünk az olimpián, hanem rögtön az elejétől minden meccset meg kell fogni. És mi összekerültünk a későbbi ezüstérmes szerbekkel, a későbbi bronzérmes oroszokkal, ott voltak a nagyon jó horvátok, ott voltak a világsztár edző Rudics által fölturbózott amerikaiak, akik olyan állapotban voltak, mint a nem tudom, félistenek, és akkor még ott volt egy Kazaksztán, aki gyengébbnek számított, de hát azért egy orosz utódállam, nem szabad, szovjet utódállam, nem szabad lebecsülni őket. És akkor Szerbia Montenegróval kezdtük az olimpiát rögtön, puff bele a közepébe. És ők vezettek, és 3-0-ás utolsó negyeddel mi nyertük meg az első meccset, az egy nagyon fontos lépés volt, és azért volt jó, mert mind a 7 meccset tényleg meg tudtuk nyerni az olimpián, tehát nem volt üres járat, nem volt hullámvölgy, de ez a legmagasabb fokú játéke, tehát a védők mindent beletettek, a támadók mindent beletettek, a kapus mindent beletett, tehát ott tényleg, ha ugye 100% a tökéletes játék, amikor minden pillanatban jót húzol, de azt mondom, hogy 95%-ot legalább hozott mindenki. És ugye mindenki azért egy Bírós, egy Kásás, egy Molnár Tamás, egy Fodor Rajmund, Steinmetz Barnabás, Széchi Zoltán, tehát itt lehet sorolni a neveket, hogy mindenki belakja 95%-ot, akkor tényleg legyőzhetetlenek vagyunk, és ez körülbelül megvalósult a témban, amikor mindenki az ereje teljében volt, pályafutása csúcsán, ugye 27-28-29 évesek voltunk, az a legjobb kor egy csapatsportolónál szerintem, úgyhogy az athéni ilyen szempontból az, ami a legkomolyabb volt. És ugye a sorsfintor, a szervek ellen kétszer kellett nyerni, hogy olimpiai bajnokok legyünk, és mind a kétszer 3-0-ás utolsó negyeddel. Úgyhogy nekik állt az ászlom mind a két meccsen az elején, de aztán tudtunk húzni még. Úgy gondolom, hogy Olaszországban profinak lenni az elég nagy dicsőség, meg lehet, hogy jó, mégis fizetik. A Spanyolországban is úgy gondolom, hogy az is egy jó ország ilyen szempontból. De ebben a sorban azért Nápolyt ne hagyjuk ki. Ez a Kotori, tehát a montenegrói profizmusod, ez a 2 év, az hogy jön ebbe bele? Hogy menti ebbe bele, hogy fogadtad el? Vagy tényleg azt gondoltad, hogy oda mész, akkor az egy szakmailag erőlelépés, vagy egy akkora összeget fizettek, mint Zsuzsák Balázsnak, hogy nem tudott nevet mondani? Zsuzsák Balázs. Akkor már, ha akkora összeget fizettek, akkor már lenne úszod a szadán.
De nincs még, majd lesz, reméljük. Szóval, három élethelyzet miatt váltottam klubot a pályafutásom során. Az egyik az, hogy megszűnt alólam a csapat. Ez volt vagy azért, mert a belügyminisztérium kiszállt az Újpestből, vagy azért, mert az amerikaiak megvették a Tungström gyárat, vagy azért, mert volt egy lelkeszponzor, akinek elfogyott a pénze, és azt mondta, hogy figyeltek fiúk, bocs, de el kell menni a legjobb 5-6 játékosok, mert nem tudom tartani a frontot. Vagy azért váltottam, mert óriási lehetőség volt, vagy pedig egyszer vagy kétszer azért, mert besokaltam. A besokallás az mondjuk ez az újpesti eset volt, amikor azt mondtam, hogy mindegy, hogy hova, csak kimegyek külföldre, és akkor szerencsére Nápolyba hívtak, és vissza tudtam menni. Tehát ugye az volt egy olyan profizmusom, hogy Fradiba kezdtem a profi pályafutásomat, végül is a Tungström után, ahol felnőttem, de már ott felnőttben játszottam. Tehát Fradi, Nápoly, hazajöttünk az Újpestbe, ott ugye jött ez a tragikus helyzet, utána vissza egy másik nápolyi csapatba, de Nápolyba, az ismerősökhöz. Ott az volt, hogy mondtam Ancsának, hogy figyelj, megyünk a fenébe, ami érdekel, elegem van, hogy 21 éves koromra gyakorlatilag három csapat szűnt meg így Magyarországon, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Szerencsére utána volt még egy bolonyai év, és közben megnyertük az olimpiát, ami nem szerencse, hanem természetesen munka volt. Megnyertük a Sydney olimpiát, és ezzel megváltozott az egész. A tönkremenő, meg leépülő csapatok helyett, meg túligérgető csapatok helyett beállt egy stabil rend, és egyre erősebb lett a bajnokság. Két-három csapat kiemelkedett ugyan, de a játékosok jó része itthon tudott játszani, nem kellett külföldre menni. Kotor volt az, ugye, ahol már családdal kellett dönteni, gyerekek meg voltak, Patricia még kicsi volt, 2 éves, igaz? Az egy nagy döntés volt, hogy óvoda és majd később az iskola miatt mit döntünk. Éppen ezért elhatároztuk, hogy 1-2 éves kalandról lesz szó. Kicsit ilyen vadbalkáni belevágás volt, mert mi lesz, ha átvernek, mi lesz, ha fölrobban egyszer csak az úszoda, vagy nem tudom, bármi, tehát így kicsit izgultunk emiatt, de az meg egy óriási lehetőség volt, mert egy dúsgazdag, kotori születésű vállalkozó, aki Olaszországban a háború idején megcsinálta, meg a háború utána, nem kérdezzük, honnan jött az első milliója, de megcsinálta a szerencséjét. Azóta ingatlanok és vendéglátás és egyéb dolgokból tényleg nagyon jó módú. És amikor azt mondta nekünk a Steinmetz Ádámmal, hogy gyertek ki egy pár napra a családdal, elküldöm értetek a repülőmet, az kicsit ilyen nagyképűnek hangzott. De aztán kiderült, hogy három másik társában tényleg van egy magánrepülőjük, és akkor így lettünk Bajnokok Ligája egy összes csapatot Kotorban. Az tényleg egy nagyon jó lehetőség volt. Az annyira jó lehetőség volt, hogy például így a hiteleimet le is tudhattam, hogy egy kis magánéletet belevigyek még jobban a beszélgetésbe a életrajzi könyvben felül. Úgyhogy ott fölélegeztünk ilyen szempontból, meg azért is fölélegeztünk, mert végül bár 9 hónapig nem volt fizetés, de aztán az elnök utólag rendezte a egy-két üzleti dolga megszakadt. Miből éltetek 9 hónapig? Hát egyrészt nem éltünk nagylábon egy 3000-es kisvárosban, Ancsa főzött nyilván, másrészt meg hát addigra azért már olyan egzisztencián volt, hogy egy pár hónapot azért nem volt gond megoldani. Meg ugye ez az olimpia után volt, ahol eleve, hogy az állami jutalom az a csapasportolóknak 20 millió forint volt, tehát azért voltak ilyen pluszok az életünkben mindig is. Meg érdekes, hogy Sydneyben 4,5 milliót kaptak az olimpiai bajnokok, és Londonban 20 milliót, bocsánat, Pekingben 20 milliót, Londonban meg aztán 30-valahány milliót kaptak már az egyéni. Tehát, hogy amennyire devalválódik a forint, és nagy az infláció, így a 10-20 éves viszonylatban úgy azért ezek az állami dotációk is nőttek. A kotori öböl biztos, hogy gyönyörű, de amikor Kotorba kimentetek, akkor nem gondoltad azt, hogy vissza kéne fordulni? Amikor először kimentünk májusba körülnézni a családdal, hát ez egy gyönyörű élmény volt, mert akkor már azért elindultott a Adriai tengerpartján a kora nyár, és azt nem kell mondani, amikor az ember kimegy nézelődni, hogy majd hol fog lakni, meg hol fog edzeni, meg megismerni ott a kintieket, akkor az nem érzi, hogy rossz döntés. Nyilván, amikor kimentünk szeptemberbe, akkor mindig szép idő volt, sőt, rendszeresen volt az, hogy edzés után lezuhanyoztam, fölöltöztem, hazamentem, megebédeltünk, majd azzal lendülettel mentünk a strandra a gyerekekkel, mert még jó idő volt. És nagyon sokat töltöttek még szeptember-októberben így a tengerben időt. Hiányzott nekik Szada és az iskola, hát először meg az óvoda Vikinek. Viki imádta a kis Katica csoportot, és nekünk is nagyon fájt a szívünk, ugye drága Gyenes Kriszti néni, még a
baleset előtt ugye fantasztikusan bánt a gyerekekkel. Nap mint nap hiányoltuk és visszasírtuk a dolgokat, de azért amikor beugrottak a tengerbe, akkor abban a pillanatban nem volt olyan nagy probléma abból, hogy éppen most tengerbe kell fürödni október 10-én mondjuk. Úgyhogy érdekes világ volt. A 2008-ban Szada első díszpolgárának megválasztott olimpikon a nagyközséghez való ragaszkodásáról és élményeiről is beszélt a közönség találkozón. De akkor Ancsának köszönheti Szada, hogy te Szadára kerültél. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ugye Ancsa Kecskeméten és Szentesen nőtt föl, tehát ő abszolút a zöld és a kert felé irányította a 7. kerületből, ahol az nem annyira megtalálható, bár egy játszótér mellett laktunk. És én néztem is a Városliget környékén, emlékszem, lakásokat, hogyha ha megtehetjük, akkor ott szeretnénk lakni, hogy ott a zöld közel legyen, legalább a liget. És aztán jött az árobbanás, és esélyünk se volt. Pont megemelkedtek annyira az árak, hogy nem tudtunk volna lakást venni. És akkor lemondtunk erről a budapesti lakásvásárlásról. Egyszer csak nézegettem az Express újságot, nem tudom, van-e még Express újság, akkor szerintem mindenki ott karikázgott a régenben, az eladó hűtőket, autókat, lakásokat kimit keresett. És láttam, hogy Budapest központjától 20 percre autóval, zöldövezet, Szada község, telek eladó, és azt hiszem, hogy 4 millió körüli árak voltak. Polgármester Vécsény aztán. Nem is tudtam akkor még, hogy ilyen aradi 13-as vonal is van. Egyrészt mi az a Szada? Hogy ez el van-e írva, és valami sződ, vagy nem tudom. Másrészt merre van? Tehát tényleg így Budapest térkép, Budapest agglomeráció hol van? Nem Üllő, nem Szentendre, hol? És kijöttünk, miért ilyen jutányos vagy méltányos ára többi Szentendre, meg ilyen drága ingatlanokhoz képest Szada? Kijöttünk, és gyönyörű, és domboldal, és zöld, és nyugodtság, és egyből kedves emberek. És mi a baj? Nincs semmi baj, csak nem felkapott hely. És akkor így aznap este eldöntöttük, hogy itt fogunk élni. Körülbelül ez egy ilyen néhány órás folyamat volt, ami aztán egy 50 évünkre kihalt, remélem még többre is. Egyébként a könyvben is megjelenik Szada. Kérdezem, hogy hát azért csak ráakadok, de kettő eseményt említesz, de lehet, hogy több is volt benne. Az egyik a 1848-as futás, azt én is láttam itt főtéren. A futás trappolás. Sokan nem tudták, hogy merre kell futni, azt mondták, hogy a Gergőt kell követni. És mentek utána, de megnyertek? Hát első hatban voltam, aztán egy triatlonos kengyelfutó gyaloghakukkal próbáltam tartani a lépés, utolsó 100 méteren lehajráztak, én 10 évesek, de hát zászlóval kezemben megálltam a helyemet, szóval az élmezőben hát voltam. Te voltál zászlóvívő, követtek is. A másik emlékezetes szereplés az a tavalyi jótékonysági bálon történt az a tánc, ami a YouTube-ra is fölkerült, a szenzációs. Nem tudom, hogy találtak. Hát ez egy művészi alkotás volt. Azért furcsa itt önök előtt, hogy előttetek beszélni Szadán, mert a magánéletemnek ti is részei vagytok, tehát ha voltam Szegléden vagy Szigetszentmiklóson találkozón, ott nyilván nulláról kell kezdeni, hogy ki vagyok és mi vagyok, a könyvön meg a médián keresztül valamennyire megismertek az emberek, de itt vagyok minden nap, és ez így valahol tényleg egy olyan, mintha egy ilyen baráti közegben beszélgetnénk, és nem egy könyvbemutató lennénk. A másik egyébként ezzel kapcsolatban Szada, meg otthon, a könyvkiadás óta is 2 vagy 3 médium keresett meg, hogy forgatnának itt nálunk Szadán, és a könyvben is kerültem, és a médiában is kerülöm az otthonomat, az utcánkat, a házunkat, a közegünket, mert az tényleg a miénk, és épp azért szeretném, hogy mi itthon érezhessük magunkat, nem akarok átjáróházat, így is volt párszor, hogy kijött a média, forgattak, akár a család miatt, hogy él egy vízilabdás családos ember, akár egyebek miatt. Egyébként legtöbbször azt is elárulom, hogy a Rét utcában tóhoz szoktam rendelni az embereket, mert jó a háttér, tópart, itt vagyunk közel, de mégse otthon. Úgyhogy ilyen szempontból Szadának szívesen csinálok marketinget, de az ők személyeskedni, vagy így fontoskodni akarnának, és ezt meg én nem szeretném. Úgyhogy a magánéletnek, hogyha a gyerekek szerepeltek is egyszer-kétszer a médiában, vagy Ancsa, a legutoljára a Ridikül magazinban, de az otthonunk, tehát így földrajzilag, meg fizikailag az otthonunkat, ezt próbálom kimélni. A könyvbemutató végén a közönség soraiban ülők is feltehettek kérdéseket Kis Gergelynek, amelyekre a világ egyik legjobb vízilabdázója készséggel válaszolt. Hogy képzeled el magad 10 év múlva, hogy az edzői pályán gyerekekkel szeretnél foglalkozni, vagy a távlati cél mondjuk szövetségi kapitány? Hosszú betöltése.
Igen, életem legnagyobb, leghangosabb sikere volt a 2004-es olimpia, az pont 10 éve volt, meg is ünnepeltük a csapattal. 14-ben íródott a könyv, és azt is megemlítem a könyvben, hogy mi lesz 10 év múlva. Ugye 2024-ben szeretnék sportvezető lenni, szeretnék olyan szempontból sikeres vállalkozó lenni, hogy értéket teremtek, így legyen ez a PIVIZ, amivel foglalkozom, vagy rendezvényszervezés, amivel elkezdtem foglalkozni komolyabban. És hogy tényleg azt érezem minden alkalommal, amikor odajövök Szadára, hogy a legjobb választást hoztam. Ez most úgy néz ki, hogy mindegyik nagyon jó úton van, és minden rendben van ezzel. Hogyha ezt elérem, akkor már nincsenek is nagyon extra igényeim. Tényleg az élet elkényeztetett olyan szép élményekkel, hogy tudni kell néha meghúzni a kötőféket. A jó hangulatú közönség találkozó után jutányos áron lehetett megvenni Kis Gergő Életem a játék című könyvét, amit a háromszoros olimpiai bajnok sportoló mindenkinek névre szólóan dedikált.